Nyilván ugye attól is függ, hogy mi a felhasználása a kávénak, hogy mennyire sötétre vagy világosra célszerű pörkölni. Ugye, hogyha valami filteres eljárással van készítve, akár ugye mint a cold brew, annak elég jól áll, hogyha világosabbra van pörkölve. Hogyha meg mondjuk espresso géppel, vagy esetleg kotyogóssal, ilyen eszközökkel van elkészítve, ott már abszolút lehet finom egy sötétebb pörkölés, de ugye nyilván ez megint egyéni preferenciák.